Sok szeretettel köszöntöm a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium fennállásának 100. évfordulója előtt tisztelgő jubileumi munkácsy estünk minden megjelent kedves résztvevőjét. Ünnepi rendezvényünk kezdetén kérem énekeljük el közösen a himnuszt. Barát az idő, felnyitja a szemeket, meghozza a tisztánlátást, tettérleli a szándékot, alkotássá emeli a gondolatot. Lecsöndesíti a szenvedélyeket, az indulatokat. Aki látni és hallani tud, megérti üzenetét. Ezt úgy nevezik változás, a mindent fölemelő, előre lendítő erő. Egyikkel a kertet ásod, másikkal a sírt. A másik tudod, bőven várhat rád. Építsd a kertet hát tovább, s közben meg a csendet, el sem menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz odára, ha vállodra repül, amere az élet, arra menekül. Bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Csak a sajátod érdekel, a szükség határától ritkán hagytad el. Azon túl szintén van világ. Gondolhatod, ott gondolnak rá. Mindent
bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Vigyázz a madárra, ha vállatra repül, amere az élet, arra menekül, bajban a világ, ha egyszer újra messze száll. Messze száll. Felkérem Gyallai Katalint, a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium igazgatónőjét, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Tisztelt háznagyasszony, képviselő úr, polgármester úr, tisztelt meghívott vendégek, kedves egykori diákjaink! Összejönni jó kezdés, együtt maradni haladás, együtt is dolgozni, siker. Henry Ford gondolata mentén nagy szeretettel köszöntöm Önöket a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium fennállása 100. évében a centenáriumi munkácsi esrendezvényünkön. Egy oktatási intézmény jeles évfordulója, kortörténeti áttekintés is egyben, mert létrehozását mindig is társadalmi igények hívták életre. A múlt század elején a nőnevelés elindításának számos ellenzője volt, sokan kérdőjelezték meg szükségét, távlati értelmét. A kor dokumentumok szerint dr. Bíró Lajos, intézményünk első igazgatója, ilyen körülmények között érvelt egy leány középiskola megnyitása mellett. Tisztelettel köszöntöm körünkben Bíró Juditot, dr. Bíró Lajos unokáját, aki jelenlétével megtisztelte rendezvényünket. Tisztelt vendégeink! A munkácsi szellemiségének legendája van, melynek titkára egész 2018-ban keressük a választ. Az egészen biztos, hogy iskolánk fennmaradását meghatározta a mindenkori igazgatók és pedagógusok elszántsága, a közös alkotómunka sikeréért való tenni akarása. A kezdeteket dr. Bíró Lajos az intézmény önálló épületéért folytatott küzdelme jellemezte. 7 évi szakadatlan küzdelem után végre emelkedőben van a kaposvári Leány Gimnázium új épülete. Nyilatkozta 1924-ben, s egy év múlva Egyesületi Leány Középiskola néven az intézmény elfoglalhatta saját új épületét az akkori Eszterházy utcában. Az iskola avatón dr. Vétek György polgármester beszéde után az igazgató e szavakkal fogalmazta meg tanári hitvallását. A tanítók az emberi lélek alapítói, képzői. Kezükben formálódnak a lelkekkel a családokkal a társadalom. A szobrász anyagot formál csupán, a tanító pedig lelket, egy nemzet jövőjét. A kétkedők számára így fogalmazott. 2 évtized múlva erősen érezhető lesz intézetünk hatása Kaposvár középosztálybeli nővilágának nyelvi és általános műveltségi fokán. Akkor majd e városban is megindulhat a nagy közösség kultúrélete. Ezért a szebb jövőért dolgozunk. Dr. Bíró Lajos 25 évig állt az iskola élén, majd ismét nagy kihívások vártak az intézményre. A történelem viharaiban magáért, a tanítás lehetőségéért folyt a küzdelem. A növendékek és a tanári kar közmunkákon vett részt, az épület hadikórházként is működött. A 44-45-ös tanévben valamennyi tanuló és tanár kitűnőre vizsgázott fegyelemből, kötelességtudatból, hivatásszeretetből. Például a megrázó háborús eseményeket feldolgozása céljából a pedagógusok vasárnap délelőtti közös beszélgetésekre hívták tanítványaikat.
Az államosítás után Lendvai Ernő igazgató, immár az állami gimnázium igazgatója, egy nemesebb és boldogabb nemzedék megalapozásáért mondott köszönetet a fenntartó egyesületnek. A következő években iskolánk újra bizonyította létjogosultságát. A tantestület nagy toleranciával viselte és segítette a tanügy irányítás útkereséseit. A munka a gyakori vezetőváltások ellenére is lendületesen folyt. A színvonalas oktatómunkát a tanulmányi versenyek és felvételi eredmények, a nevelő tevékenységet diákjaink kiegyensúlyozott, harmonikus életvitele igazolta. Az iskolai szellemiség hatása egyre nőtt. Tanulj jobban mozgalom, mindennapi kérdések órája, nevelj jobban munkaverseny kezdődött, és a szülők iskolája keretében a tanárok előadásokat tartottak. Ma ezt úgy fogalmazhatnánk, hogy sokrétű tudás megosztásra került sor. 1950-ben Vályi Armand igazgató úr jelentette be a hírt, minisztériumi döntésre a gimnázium a Munkácsy Mihály nevet kapja. Alig egy évtizeddel később az immár megerősödött nagymúltú iskolában ismét a bizonyítási lett a főszerep. Az intézmény elfoglalta az akkor ultramodernnek számító jelenlegi épületét, és fiútanulók is felvételt nyertek. Ami az addigi szemlélet, házirend, életvitel teljes megújítását igényelte. Jelentősen szélesedett a képzési kínálat, bővült a tantestület. Mondhatjuk, hogy Lóczi István igazgató úr egy új intézmény kialakítását kapta feladatként. Nagy tisztelettel köszöntöm körünkben igazgató úr feleségét, Lóczi Istvánné Irma nénit és leányukat Katalint. Az immár koedukált intézményben a 60-as évek lázadó ifjúsága és a korábbi leánygimnázium erkölcsi normáit kellett ötvözni. A bölcspedagógusok képesek voltak erre, s igazgató úr hívószavára tovább formálódott a sokat emlegetett munkácsi szellemiség. S mintha a történelem kereke újraindulna, a tennivalók nagyban hasonlítottak a kezdetekre. A 24 tanterem az 1053 tanuló számára már az elejétől fogva kevésnek tűnt. Fokozta a férőhely hiányát az egészségügyi szakközépiskolai képzés bevezetése, melyhez a tárgyi feltételek sem voltak adottak. Igazgató úr kitartóan jelezte a gondokat a fenntartónak, három bővítési tervet is javasolt. Közben a térség igényeire alapozva a gimnáziumi tagozatok bővítésén is munkálkodott. Újdonságnak számított a bielovári cserekapcsolat, az UNESCO asszociált iskola cím elnyerése, az énekkar élő TV adásban való szereplése. A diákok egyre jobb eredményeket értek el az OKTV-n és más tanulmányi versenyeken. A minőségi munkát igazgatói óralátogatások kontrollálták. Az összegzésben a csoportmunka alkalmazása, és ahogy igazgató úr fogalmazott, a beszéltetés szerepelt javaslatként, melyek időszerűsége úgy gondolom, mit sem változott, holott akkor még nem ismerték a Z-generáció sajátosságait. A 60. évforduló megjelent a Munkácsy Krónika első száma, és kórusunk az ország legjobbjai között szerepelt az éneklő ifjúság mozgalom keretében. 1986-ban igazgató úr sikerrel elindította, s az utókor pedig máig megőrizte az országos Lóczi Lajos földrajz verseny hagyományát. A negyedszázados Lóczi korszak méltó lezárásaként a nagy álom is valóra vált, s a 86-87-es tanévben új szárnyal bővült az iskola. Egy évvel később Gulyás Mihály igazgató irányításával indult a tanév. Köszöntjük sok szeretettel a körünkben jelenlévő címzetes igazgató urat. Ez idő tájt a legfontosabb feladat az új oktatási törvény mentén az intézményi teendők megtervezése volt. A történelmi kerék ismét meglendült. Iskolán kapcsolatai szélesedtek, kórusunk újabb országokba juthatott el, és az országos szakközépiskolai tanulmányi verseny megrendezésére is felkérést kaptunk.
A fecskeavató, az újszerű szalagavató, a diákhét, az évkönyv, a Munkácsi díj, az Zelenik díj, melyeknek ma este szép számú birtokosa van jelen, a Pelle díj, csak néhány napjainkig fennmaradt újítás e korszakból. A 70. évforduló alkalmából megalakult a Munkácsi baráti kör, majd a jelenleg is működő alapítványaink is létrejöttek. Szélesedtek az iskola külföldi kapcsolatai is. Gulyás igazgató ráhatása mellett Csíkszereda, Finnország, Szkió, később Svédország, Németország, Franciaország is felsorakozott a partnerek közé. Az épületfejlesztés terén folytatódott az intézményvezetői lobby, így a tornatermi rész is bővült. Korszerűsödött a képzési szerkezet, elindult az azóta is népszerű 6 évfolyamos gimnáziumi képzés, később a humán osztály, az idegenforgalom turizmus szakirány, a két tanítási nyelvű francia szakképzés, az élsportolók osztálya és a napjainkig közkedvelt két tanítási nyelvű 5 évfolyamos angol nyelvi képzés is. Végül a profiltisztítás miatt középiskolai osztályaink kivezetésre kerültek. Az iskola értékrendje tovább öröklődött, melyről Gulyás igazgató úr így nyilatkozott. Vannak tanítványaink, akiknek szülei, sőt nagyszülei is ide jártak. Ez az iskola szellemiségét dicséri. Csak úgy, mint elődei, ő is gondot fordított a klasszikus viselkedési normák fenntartására, így a nevelőtestület viselkedési kódexet fogalmazott meg. Meggyőződésem, mondta igazgató úr, hogy valamennyi munkácsis diák érdeke a kódex betartása, mert ezen szabályok közvetlenül és közvetve is segítik a normális tanulást és a jó légkörű, jó hangulatú diákélet kialakítását. Úgy gondolom, e gondolatok a kódexsel együtt ma is érvényesek. Hírnevünket jeles diákjaink versenyeredményei, énekkarunk és sportolóink országos és nemzetközi sikerei öregbítették. Tisztelt vendégeink! Az intézmény jelenlegi igazgatójaként megtiszteltetés a nagy elődök sorába tartozni. Ám több is ennél. Felelősség. Felelősség városunk és iskolánk múltjával szemben csak úgy, mint a tanítványaink és szüleik elvárásainak megfelelni, őket a 21. század meg annyi még ismeretlen kihívásaira megtanítani, a helytállásra felkészíteni. A munkácsi szellemiség azonban utat mutat. Így feladatunk nem lehet más, mint továbbvinni az értékeket, őrizni a hagyományokat úgy, hogy mindig készen álljunk a nevelő-oktató munkánk korszerűsítésére. Kezdetekben az a bizonyos kerék minket sem kímélt, sőt, azóta is forog. Az elmúlt 8 évben új törvényi szabályozás és új fenntartói struktúra jelent meg, intézményi összevonás is érintett bennünket. Ám elődeink példája küzdésre, megújulásra ösztönöz. A kor igényei szerint reál és humán tehetséggondozó drámakommunikáció 4 évfolyamos két tanítási nyelvű képzést indítottunk, akkreditált nyelvvizsgahelyként működünk. 4 éve tudományos diákköri konferenciát szervezünk. Sikerrel honosítottuk meg a népszerű szülők-nevelők báját, örömünkre szolgál a bergámói diákcsere kapcsolat, a Giovanni Idea Nemzetközi Filmfesztiválon való évenkénti részvétel. Pedagógusaink szakmai munkáját dicséri, hogy előbb kiválóan akreditált tehetségpont, később kiválóan akreditált nemzetközi tematikus tehetségpont címet nyertük el. Nemzetközi és hazai nyertes pályázataink jelentős eszközfejlesztésre, számos utazásra adnak lehetőséget. Tisztelt ünneplők! Az intézményvezetők mellett mindig is egy elkötelezett, magas szaktudással rendelkező tanárikkal állt, akárcsak napjainkban. Tiszteletükre a mai napon emléktáblát helyeztünk el az előtérben, melyen a valaha iskolánkban tanító összesen 305 pedagógus neve olvasható. S végezetül szóljon a köszönet a mindenkori fenntartóknak, akik biztosították a lehetőséget ahhoz, hogy idén a 100 éves Munkácsit ünnepelhessük. Köszönetet mondok Kaposvár megyei jogú városnak és a Kaposvári Tankerületi Központnak a korábbi és jelenlegi fenntartóknak a támogatásért, melyel segítették és segítik mindennapjainkat, s külön megköszönöm a centenáriumi rendezvényeinkhez nyújtott kiemelt támogatásaikat. Jól érzéssel tölt el minket, hogy bíznak szakmai munkánkban, számítanak ránk, elképzeléseink meghallgatásra lelnek. Köszönjük a társintézmények, a szülők, a diákok együttműködését. Kívánom,
hogy mindig legyen olyan ifjúság, nevelőtestület, szülői közösség, mint az elmúlt 100 esztendőben, akik éltetni tudják a hagyományt, becsülni a tudást, meghajtani fejüket a Munkácsi előtt. Kívánok mindannyiunknak békességet, közös alkotó erőt, hogy városunk, országunk javára tetszekész fiatalokat neveljünk. Tisztelt ünneplők! Méltán mondhatjuk, hogy az elmúlt 100 esztendő meghozta az együttdolgozás sikerét a Munkácsi Mihály Gimnáziumnak. S mi, az iskola jelen tagjai hitet teszünk arra, hogy fiataljaink kellő tudással, emberi tartással hagyják el az alma mátert, és a soron következő generációk évszázadokon át éltetni fogják nagymúltú iskolánk hírnevét. Mert hisszük Henry Ford gondolatát, összejönni jó kezdés, együtt maradni haladás, együtt is dolgozni, siker. Felkérem Stikel Péter urat, a Kaposvári Tankerületi Központ igazgatóját, tartsa meg ünnepi köszöntőjét. Nem azért lesz a jövő, aki a harcban marad a győztes, hanem azért lesz a jövő, akinek eszméit az új nemzedék már az anyatejjel gyermekkorában szívja magában. Ez olvasható a centenáriumi évkönyvben az 1918-19-es és 1919-20-as tanévről szóló első és második értesítőben. Tisztelt háznagyasszony, igazgatónő, polgármester úr, képviselő úr! Tisztelt meghívott vendégek! Az ünnepen a hétköznap értelme lepleződik le. Az ember a többi emberrel egy magasabb létben találkozik, és kilép a hétköznapi, az egyéni létezésből. Az ünnep, ahogy a mai is, a közösség ünnepe. Ünnep, mely visszaemlékezésre, számvetésre késztet, mely újra összekovácsol, megerősít, és figyelmünket a jövő felé irányítva újabb, nemesebb tettekre sarkal. Tisztelt ünneplők, köszöntöm Önöket a mai centenáriumi rendezvényen, amelyen a Kaposvári Egyesületi Leány Középiskola, ma Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnázium fennállásának 100. évfordulóját ünnepeljük. Az iskoláztatás, a nevelés és oktatás a történelem viharaiban csiszolódott, formálódott. A társadalmi politikai változások hatására újabb és újabb elvárásoknak kellett megfelelnie, más-más nehézségekkel szembenéznie. A 100 év hozott sokszor nehéz és keserű, de csodálatosan gazdag, gyümölcsöző, élményekkel teli tanéveket is. Jelentős, változatos, az iskola arculatát minden oldalról bemutató jubileumi ünnepség sorozattal készült az intézmény annak érdekében, hogy méltóképpen ünnepelje meg nem csupán fennállását, hanem évtizedeken átívelő töretlen fejlődését, egy olyan középiskoláét, mert egyszerre képvisel egy 100 évre visszanyúló nagyszerű tradíciót, vállalva a szellemi örökség gondozását, és kapcsolódik aktívan a jelenhez, készülve a jövő kihívásaira. Mert tudják, a siker azokhoz pártol, akik elég energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak, hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá, elég bátrak, hogy megragadják, és elég erősek, hogy megtartsák. Az iskola 100 éve történelme bizonyítja, hogy példa kezdetektől fogva a jövő iránti aggodalom és felelősségérzet, a széleskörű összefogás, együttműködés és áldozatvállalás, a hiteles és elhivatott biztos szakmai tudással felvértezett, a
Az értékteremtő képességet széltudatosan megújítani képes pedagógus közösség és az oktatás, a tehetséggondozás magas színvonala és a következetes, szeretettel nevelő, követelő légkör megteremtése terén. Mindezek a kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium szellemiségének meghatározó elemei. Büszkék vagyunk az iskola hagyományaira, városi, megyei, országos és nemzetközi versenyeredményeire, sokszínűségére, tartalmi gazdagságára, az újdonságok iránti fogékonyságára, nevelőtestületére, diákságára, igénye szülők közösségére. Elismerésre méltó az iskola közösségteremtő ereje. A jó közösség legfőbb ereje, hogy minden tagjára oda tud figyelni, ilyen a Munkácsy. Jó itt középiskolásnak lenni, mert gyökereket és szárnyakat növesztenek közös erővel, egymásra figyeléssel, támogatással, kedvességgel. Ez bizonyítja az intézményben tartott osztálytalálkozók, érettségi találkozók sokasága, hisz jó ide visszatérni, valamint ez bizonyítja számos volt növendékük sikeres életpályája, melyen nem csak szűk a környezetükben, hanem Magyarország, sőt a világ távoli pontjain is találkozhatunk. Diákok ezreinek ide kötődik élete egy-egy darabkája. Az én személyes kötődésem az intézményhez több mint 50 évre tekint vissza. Engedjék meg, hogy két gyermekkori számomra felejthetetlen élményemet megosszak önökkel. Kisgyermekként végkísértem az épület felépítésének minden momentumát, természetesen nem műszaki ellenőrként. A környébeli gyerekekkel előszeretettel látogattuk az építkezési területet, mert a bujócskázáshoz szolgáltatta a korlátlan, de nem veszélytelen lehetőséget. 1963 őszén pedig éppen, hogy elkezdődött a tanítás az új épületben, amikor unokanővére még meglepték Zesz tanár urat, aki 1961-ben került az iskolához, a pad alá bújtatva becsempésztek engem a tanár úr órájára, a diákok nevetése buktatott le, de ijegysége nem volt okom, mert Zesz tanár úr roppant nyitott, közvetlen, tréfát értő pedagógus volt. Már akkor is megtapasztaltam, hogy itt jó dolgok történnek. Tisztelt ünneplők! A Munkácsy 2018-ban mind a diákság, mind a nevelő testület tagjainak létszámát tekintve Somogy megye a legnagyobb és egyik legkiválóbb gimnáziuma. Az angol két tanítási nyelvű képzés megyei középiskolai bázisa, nyelvi centrum. Széleskörű pályázati tevékenysége, nemzetközi kapcsolatai bizonyítják, hogy nyitott Európára és más nemzetek kultúrájára is. Az országos diákolimpiai versenyek legeredményesebb középiskolái közé tartozik, valamint számos művészeti díjjal bír. Énekkarának fellépései felejthetetlen élményt nyújtanak. Városunkban a Tudományos Diákköri Konferenciák középiskolai bevezetője és szervezője, aktív résztvevője. A megye legmagasabb szintű 6 évfolyamos gimnázium képzésének színhelye. A Kaposvár Somogy megyei tehetségtanács idegen nyelvi és természettudományos tagozatának munkáját irányítja, kiváló, akkreditált tehetségpont, sőt, európai tehetségpont. Ezt az alkalmat felhasználva szeretném megköszönni az egykori évek és a jelen városvezetésének, az iskola volt és jelenlegi pártfogóinak azt az elszánt munkát, amellyel megteremtették, felépítették, támogatták és támogatják most is a 100 éves iskolát. Kívánom, hogy az intézmény a kialakult hagyományai és értékei még hosszú évszázadokon át határozzák meg kiváló képességű gimnazisták életét, fejlődésük, tehetségük kibontakoztatását. Bízom abban, hogy az eredmények, örömök és tapasztalatok sora tovább gyarapodik, mely által újabb és újabb területeken alkotnak az ide kötődők újat és maradandót, a régi értékes fundamentumon. Végig gondolva az elmondottakat és visszatekintve a 100 évre, méltán idézhetjük a gimnázium volt igazgatóinak és jelenlegi igazgatóasszonyának, volt és jelenlegi pedagógusainak munkája előtt főhajtással Sík Sándor piarista tanár és költő szavait. Ha még hogy szép is volt a múlt, és az emlék édes, mint a méz, áldott, aki előre néz. Ezeknek a gondolatoknak jegyében kívánok önöknek mindnyájuknak a múlt tapasztalataira építkező, a jelen és jövőbeli elképzeléseik, terveik megvalósításához hitet, erőt, bizalmat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, Isten éltesse a Munkácsyt!
darling, darling, turn your lights back on now. We're watching, watching as the credits all roll down. And I'm crying, crying. I know you're playing to a full house. No heroes, villains wanna play. Why wilted roses fill the stage? And the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lives we rest so perfectly, but the show, it can go on. We used to have it all, the nights I couldn't call. So hope for the lows. Whoa, whoa, whoa. I wave out to the crowd and take our final bow. 'Cause it's our time to go. But at least we stole the show. 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 It's our time to go, but at least we stole the show. We used to have it all, the nights I couldn't call. So hope for the love, whoa, whoa, whoa. And wave out to the crowd and take our final bow. 'Cause it's our time to go, but at least we stole the show. At least we stole the show. At least we stole the show. Felkérem Szita Károly urat, iskolánk egykori diákját, Kaposvár megyei jogú város polgármesterét, mondja el ünnepi beszédét. Kedves háznagyasszony, kedves igazgatónő, kedves Katalin, tisztelt igazgató úr, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim, kedves pedagógusok, kedves fiatal barátaim, kedves öreg diákok. Köszönöm, hogy itt lehetek ma önökkel, és köszönöm azt is, hogy a jeles évfordulón Kaposvár egyik kiemelkedő oktatási intézményének századik születésnapján szólhatok önökhöz, és külön köszönöm, hogy mindezt egy volt munkás és diákként is megtehetem. Kedves barátaim! Egy közösséget azt tart meg, ha újra és újra összegzi a történetét. Azt tartja meg, ha nem hagyja feledésbe merülni a kezdeteket, és nem feledi a jelenék a máig elvezető útjának egyetlen fontos mérföldkövét sem. A feledés ellen tehát tenni kell. Gondolatokra, érzésekre és tettekre van szükség. Arra, hogy a közösség ráismerjen saját lelkületére, észrevegye kialakuló, csak rá jellemző hagyományait, felismerje, és egyben meg is tartsa a saját ünnepeit. És mindezekből fakadóan bizony időről időre meg is kell állnia, hogy a múltjából erőt merítsen a jövőre nézve. Mert a nagy kérdés mindig ez. A nagy kérdés mindig a jövő lesz. Az, hogy mit teszünk ma azért, hogy gyermekeink és unokáink élete szebb és gazdagabb legyen. 100 esztendővel ezelőtt
A nagy világégés vége felé is ez volt a fő szempont, amikor úgy döntöttek elődeink, hogy iskolát alapítanak. Úgy vélték, hogy a megtépázott várost és nemzetet úgy szolgálhatják leginkább, ha a tanulást és a nevelést helyezik az előtérbe. Úgy vélték, hogy a tudás átadása és egy új közösség megteremtése lesz az az erő, amely a legnagyobb nehézségeken is képes átlendíteni a jövő nemzedékeit. És ma itt vagyunk, mélyen tisztelt hölgyeim és uraim. Itt vagyunk, és együtt ünnepeljük a Munkácsi Gimnázium nagy közösségét. Az egykori mai pedagógusokat, diákokat, segítőket és szülőket, mindazokat, akiknek részük volt abban, hogy Kaposvár egyik szimbólumává válhatott az iskola. Mindenek előtt illesse köszönet, hála és megbecsülés mindazokat, akik tudásukat, szívüket és lelküket adták és adják ma is az egyik legfontosabb közügyhöz, akik önzetlenül tettek és tesznek a jövő kaposvári nemzedékéért. Kedves munkácsis közösség! Alig, ha van olyan szülő, aki ne gyermeke sorsát helyezné mindenek elő, és aki így gondolkodik, az bizony nem csak a saját utódaira gondol, hanem városára és hazájára is. Márpedig egy nemzet, egy közösség jövője azon múlik, hogy a mindenkor itt élő, érző, gondolkodó és cselekvő emberek megteszik-e mindazt, ami rajtuk múlik. Képesek-e felismerni az igazat, felvállalják-e, kiállnak-e azon értékek mellett, amelyek túlmutatnak a jelen racionalitásán, haszonelvűségén és szükségszerűségein. Iskolánk alapításának 100. évfordulóján tegyünk együtt hitet a sikeres folytatás mellett. Fogadjuk meg, hogy Kaposvár mai polgáraiként mi is megtesszük azt, ami rajtunk múlik, és hogy egyre gazdagabbá tesszük azt a hagyományt, amelyet elődeink alapoztak meg, stápláltak az elmúlt 100 esztendőben. Volt munkács is diákként, pedig diáktársaim nevében is, szüleink mellett köszönöm tanárainknak azt, hogy embert faragtak bennünket. És már csak egyben bízom mindnyájunk nevében, hogy nem csalódtak bennünk. Isten értesse és tartsa meg a munkácsisok nagy közösségét. Arra kell nevelnünk szemléletünket, hogy a köznapiban, a környezőben, a mindennaposban is látni tudjuk az egyszerit, a csodálatosat és a látomásszerűt. Mert a csoda nem valamilyen égzengéses pillanat. Nem. A csoda legtöbbször egészen csendes. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, és a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva loppant. Egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lánggyúlt, valami lebbent. Oszolni kezdett a vendégsereg fent. A hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálély. Künn az előcsarnok fényárban úszott. A házigazda a lépcsőn búcsúzott. Előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása. A mozgás, riadt csilingelés. Csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak,
és a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipkefátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő. És rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét. Vagy talán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyücske hintú mélyébe lebben. S tovább robog kaszér mosolyal ebben. Aztán, amíg vad paripái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, és a boldogságtól föl-föl kiabáltam. Az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. A közömbös szavakon túl megérted az ember titkát. A csoda mindig ennyi csak. Lásd a csodát ott, ahol éppen van. Mindig a közelben van. Legtöbbször oly közel, annyira a kezed ügyében, hogy egy életen át eszedbe sem jut kinyújtani utána kezed.
édesanyám rózsafája, ingem nyílott utoljára, bár soha se nyílott volna, nyílott volna. Maradtam volna bimbóba, ha te, ha. Édesanyám, mondta nékem, minek a szerető nékem, de én arra nem hallottam, nem hallottam. Titkon szeretőt tartottam, ha te, ha. De én arra nem hallottam, nem hallottam. Titkon szeretőt tartottam, ha te, ha. Piros kancsó, piros bor, mindjárt rám kerül a sor. Iszom a bort, ölelem a babámat, őt szeretem, nem az édesanyámat. Iszom a bort, ölelem a babámat, őt szeretem, nem az édesanyámat. Nékem olyan ember kell, ha beteg is keljen fel. Hozzon vizet, rakjon tüzet, vágjon fát, legyen mivel megfőzzem a vacsorát. Hozzon vizet, rakjon tüzet, vágjon fát, legyen mivel megfőzzem a vacsorát. Thank you.
1992. februárjában a Munkácsi Est keretei közt adták át a Pelle-díjat a legkiemelkedőbb munkát végző nevelőnek. A díj létrehozója, dr. Pelle Erzsébet, iskolánk egykori tanára 50 000 forintot hagyományozott a gimnáziumra azzal a megkötéssel, hogy a kamataiból a legmagasabb színvonalú tanári munkát jutalmazza évente az alapítvány kuratóriuma. Pelle Erzsébet 1907-ben született a Kolozs megyei Bánfi Hunyadon. 1930-ban szerzett német, francia, orosz szakos bölcsészdiplomát. 1952-től 62-ig tanított a Munkácsi Mihály gimnáziumban. 1988-ban hunyt el. Felkérem Kondorainé, német Szilvia tanárnőt, adja át a jubileumi év Pelle-díját. Tisztelt vendégeink! Amint azt a felvezetőben hallották már, a Pelle-díjat 1992-ben adták át először. Abban a szerencsében volt részünk, hogy a korábban intézményvezetői pozíciót betöltő Gulyás Mihály igazgató úrnak a 2005-6-os tanévben átnyújthattuk a rangos díjat. A kuratórium az iskola fejlődése terén nyújtott évtizedekig tartó kiemelkedő munkája elismeréseként a díjat megosztva ítélte oda két pedagógusnak. A 2018-19. Centenáriumi évben a kuratórium posztumusz Pelle-díjat adományoz dr. Bíró Lajosnak, az intézmény első igazgatójának. Bíró Lajos... Bíró Lajos a Kaposvári Egyesületi Leánygimnázium első igazgatója, Blank Lajos Ányos néven született 1880. július 3-án Sopronnyéken. Vezetéknevét 1902. október 2-án Bíróra változtatta. A gimnáziumot Sopronban kezdte a Szent Benedek rendi főgimnáziumban, később Győrben folytatta középiskolai tanulmányait az ottani szintén Szent Benedek rendi gimnáziumban. 1899-ben szülői óhajra Pannonhalmán belépett a bencés rendbe, ezért magántanuló lett. A sikeres érettségi után 1902 és 1906 között a Pannonhalmi Főapátsági Főiskolán tanult magyar nyelv és irodalmat, német nyelvet és a két szakhoz kapcsolódó filológiát, valamint filozófiát, pedagógiát és hittudományt. A magyar és német szakos középiskolai tanári oklevelét 1907. május 14-én szerezte meg. Főiskolai tanulmányainak befejezése után a kőszegi római katolikus főgimnázium helyettes tanára lett. 1910. szeptember 1-től a Pannonhalmi Főapátsági Főiskola Tanárképző Intézetének rendes tanárává nevezték ki, és itt tanította 13-14-es tanév végéig. 1914 nyarán református vallású lett. 1914. július 30-tól a Kaposvári Városi Felsőkereskedelmi Iskola rendes tanárává és igazhallgató helyettesévé nevezték ki. Ebben az évben szerezte meg a bölcsész doktori címet. Dr. Bíró Lajos fokozatosan jutott el a Leánygimnázium megalapításának gondolatáig, és azok közé tartozott, akik elsőként ismerték fel a nőnevelés fontosságát, és annak megfelelő szervezeti keretet is adott. Igényes munkássága, széles látókörű tanári egyénisége, magas kvalifikált szaktanári igényessége, aktív közreműködése a leánynevelés céljait szolgáló leány középiskola megteremtésében, pedagógiai rátermettsége következtében nyerte el az új leány középiskola igazgatói székét 1918-ban. Valójában tehát a Kaposvári Egyesületi Leánygimnázium alapítójának tekinthető. Az iskola történetében első tanévben ideiglenes, egy év után kinevezett és véglegesített igazgató lett. Ő volt az, akinek a nevéhez kapcsolódott a szükségesség bizonyítása, a konkrét tervek kidolgozása és a nemesveretű célok megfogalmazása. Mindenekelőtt ő biztosította az iskola működéséhez szükséges optimális feltételeket, anyagi és szellemi vonatkozásban egyaránt. Gondoskodott az oktató-nevelő munka jó színvonalú megszervezéséről, összekovácsolta a tantestületet a leánynevelés céljai érdekében, társadalmi rangot adott a Kaposvári Leánygimnáziumnak.
Dr. Bíró Lajos aktív pedagógusi, igazgatói pályafutásának utolsó évében is fáradhatatlan maradt. Beszédei, cikkei, szervezőkészsége a szellemileg friss, lendületében fiatalos, szakmai feszült felkészültségében magasan képzett, humánus magatartású pedagógust mutatják. Hadd álljon itt egy idézet Lócz Istvántól. Az a lelkes tűz, amelyen legyőzte a kezdet nehézségeit, ugyanazzal a fénnyel és hévvel lobogott megválása utolsó napjáig, jeléjük, hogy soha nem tudta befejezetnek tekinteni, lezártnak tudni az általa megkezdett munkát. A Pelledi kuratóriuma ezen indokok alapján ítélte dr. Bíró Lajosnak erangos kitüntetést. Megkérem Gyallai Katalin igazgatónőt, hogy adja át a díjat Bíró Juditnak, dr. Bíró Lajos unokájának. Köszönöm szépen, és nagyon büszke vagyok nagyapám szellemi örökségére, és természetesen a Munkácsy Mihály Gimnáziumra is. Itt töltöttem életem legszebb 4 évét, itt érettségiztem, és boldog vagyok, hogy nagyapám szellemi örökségét folytatja a gimnázium. Csak így tovább a következő 100-200 akárhány évben. A Munkácsy Mihály Gimnázium és Szakközépiskola egykori igazgatójának. Lóczi István 1926. április 16-án született Csajókirályban, a mai Szlovákia területén. Itt majd Torna alján járt elemi és polgári iskolába. Középiskolai tanulmányait Miskolcon fejezte be, mert a csehszlovák-magyar cseretelepítés folytán a család Magyarországra Szederkénybe települt. 1948-ban beiratkozott a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarán, először magyar történelem szakra, de a magyart hamarosan felcserélte az életpályáját később nagymértékben befolyásoló földrajzra. 1952-ben pályázat útján került a kaposvári tanító és óvónőképző intézetbe. 1955 és 77 között a Pécsi Tanárképző Főiskola konzultánsaként levelező hallgatókat tanított földrajzra, majd történelemre, és ez is hozzájárult, hogy tudását, szakmai és módszertani ismereteit még magasabb szintre emelje. 1957-ben mindössze 5 éves gyakorlattal megyei szakfelügyelőnek nevezték ki a földrajz, majd később a történelem tantárgyban. Szakmai tudásának elismerését bizonyítja az is, hogy az Országos Pedagógiai Intézet és a Művelődési Minisztérium számos tankönyv bírálatába, tantervi és módszertani vitába vonta be. 1959. július 1-én lett a Munkácsy Mihály Gimnázium tanára. Hamarosan, 1963. augusztus 1-én az iskola igazgatójává nevezték ki, és ezt a pozíciót töltötte be a megye egyik legtekintélyesebb és legismertebb igazgatójaként nyugdíjba vonulásáig. Igazgatóként az első az egyenlők között elve alapján mindig törekedett arra, hogy demokratikus légkört teremtsen a nevelőtestülettel és az iskola többi dolgozójával kialakított viszonyában. Vezetői munkájában a lényeglátás, körültekintő elemzés, kezdeményezőkészség, jóindulatú kritika és a beosztottjaival való törődés jellemezte. Az új iránti foglalkozottsága és jó szervezőképessége hozzájárult a színes, sokrétű és hasznos tanulán kívüli tevékenység a tartalmas közösségi élet kialakításához. Lóczi István is 25 évig volt igazgató. Sok fiatal, pályakezdő tanár mondhat köszönetet azért, hogy a kezdeti, botladozó lépéseket az ő határozott, de rendkívül jóindulatú, a nehéz pályát alaposan ismerő,
és másokkal is megszerettetni tudó útmutatása mellett tehette meg. Tekintélyét nem a vezetői pozíció, hanem tanári és emberi értékei alapozták meg. Diákok százait, ezreit vezette be a földrajz és történelem rejtelmeibe. Tanította meg a logikus gondolkodásra, összefüggések és következtetések felismerésére. Szívós, kitartó munkával elérte, hogy mint egy életművének megkoronázásaként 1986-ban a Művelődési Minisztérium engedélyezte a Kaposvári Munkácsi Mihály Gimnáziumnak a Lóczi Lajos Országos Tanulmányi Verseny megrendezését az első-második osztályos gimnazisták számára. Lóczi István a tanítás, az iskola vezetése és az országos tanulmányi versenyek szervezése mellett rendkívül szerteágazó tevékenységet végzett. Földrajzos vándorgyűlések szervezője és jeles előadója volt. A TIT megyei elnökének teendőit is ellátta. Életútját sokféle hivatalos elismerés, kitüntetés kísérte, melyek bizonyítják munkásságának, eredményeinek sokszínűségét. Kitüntetései közül a legrangosabb a munka érdemrend aranyfokozata, amelyet 1987-ben vehetett át. 88-ban nyugdíjba vonult, de a munkát egy pillanatra sem hagyta abba. Óradóként dolgozott tovább a Munkácsi Mihály Gimnáziumban, majd az akkor szerveződő katolikus gimnáziumban. Volt tanítványai szívesen emlékeznek vissza a nyugat légkörű, barátságos, élményszámba menő órákra, a magas színvonalú szakköri és önképződő körű foglalkozásokra, a tartalmas kirándulásokra. Jó volt és szigorú, emberséges és határozott, megértő, de elveiből soha nem. A Pelledi kuratóriuma ezen indokok alapján ítélte Lóczi Istvánnak a rangos kitüntetést. Megkérem Gyalog Katalin igazgatónak, hogy adja át a Lóczi István névadéknak. Egyszerűen azért, mert Pelle Erzsébetet jól ismerte, nagyra becsülte, tisztelte. Másrészt, mert ezt a díjat tanárok ítélték a kollégák, és legfőképpen pedig azért, mert szeretett iskolájától kapta. Most, ha ő állna itt, akkor meghatódottan mondana köszönetet. Ezt teszem én is. Nagyon szépen köszönöm a Munkácsi Gimnáziumnak, hogy miközben egy iskolában mindig a jövőről van szó, és hol lenne máshol a jövőről szó, mint az iskolában, egy ilyen jeles ünnepen mégis visszanéznek, és az elődöknek a munkáját, a személyiségét ilyen nagy becsben tartják. Ez azt mondhatom, hogy most, amikor mindig arról beszélünk, hogy az iskoláknak arculatot kell adni, akkor a Munkácsi nem szenved ilyen hiányban, olyan arculata van, amire már azt mondhatjuk, hogy személyiség. Isten áldja meg a Munkácsit.
Boldogság nem mindig foglalható szavakba. A beszéd néha elszürkíti az élményt. Mindannyian ismerjük azt az érzést, amikor tekintetünk a másik lelkébe mélyed. Amikor egyetlen gesztusából megértjük a másikat. Ha megszeretlek, kobogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet, mielőtt elmégy letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki. Görnyedvél ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd a csönd. Néked is szólok, ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levethetsz gallért, nyakkendőt. Ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul. Amikor akad más is. Ha nem, akkor hagyd nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél. Bízol benne, megőrzi titkodat, mert a barátod, ezért megosztod vele.
akiben feltétel nélkül bízol, akinek nem csak néhányat mondasz el titkaidból, akire mindet rábízod, sőt, a legnagyobb titkodat is, az életedet. Nolám, ez is egy összeesküvő. Ó, értem. Hárman összefogtatok, hogy velem így galádul bánjatok. Rossz Hermia, te hálátlan leány. Együtt ezekkel fúvod a követ, hogy mint csalétek gúnyverembe csaj. Hát mindem a közös terv. Fogadott testvéri hűség, jól telt kedves órák, midőn szittuk a gyorslábú időt, ha válni kell-e. Mind felejtve van. Eliskolánk az ártatlan gyerekkor, s midőn két művész istennő gyanánt együtt teremtünk tűvel egy virágot, egy mintaképlés egy pamlagon, egy dal csicseregve egy hangkulcs szerint, mintha kezünk, keblünk, elménk, szavunk csak egy lett volna. És te szétszakítnád régi szent Frigyünköt sértegetni férfiakhoz állj! Ez nem barátság, nem leányhoz illő. Ezért nem ünk is meg ró, nem csak én. Habár csak én érzem bántalmidat. Bámulok-e tüzes beszédiden? Nem én gúnyollak. Úgy látszik, te engem. Hát nem, te kiszletét gúnyban rám, Lizándert, hogy szemem s arcom dicsérje. S Demetriuszt, a másik kedveset ki, az imént még lábbal rugdosa, hogy nimfa, égi, istennő remek névvel ruházzon. Miért beszél ilyet, ha gyűlöl engem? És miért, hogy Lizander tagadja lángját, melyel kebledús irántad, és nekem szillel szerelmet, ha nem te kisztét, ha tudtodra nincs? Bármint te, oly kapós én nem vagyok. Nincs annyi kedvesem, se oly szerencsém. De hogy viszonzás nélkül kell szeretnem, megszánnod illenék nem gúnyolódni. Nem foghatom meg, amiket beszélsz. Csak rajta hát, úgy. Ölcs szent képeket, vonj vére azt hát, ha háttal leszek. Csak integessetek, szép tréfa ez, jól végre játszva krónikába méltó. Ha volna érzés, illem bennetek, nem tűztök engem ilyen célra ki. Jó mulatást. Egyrészt magam hibája. Enyhíti majd távollét. Vagy halál. Never mind, I'll find someone like you.
Sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet fák és borostyán inde borzolják fel szendergő bőre. Csak egy kémesz a ganglom hánt eszvesz, halkan morajlik a város a kapun túl. Itt van az egész nap felettem, bármi lehet ma még belőle. Kertész teszek, fát levelek vagy vadakat terelő. A jó iskolához a humor is hozzátartozik. Olvastam visszaemlékezésként egy levélben. Egyszer ügyeletesként próbáltam 100 éhes gyereket rendezetten beengedni, az egyébként 60 fős ebédlőbe. Mindenki sorban áll, elől a lányok. Rohan begyuszi. Megy a sor elejére, a lányok rászólnak. Fellök kettőt, egyiknek meghúzza a haját. Magamhoz kéretem.
erkölcsi példabeszéddel próbálok hatni rá. Na de kérem, az úri emberek mindig előre engedik a lányokat a sorban, nem lögdösödnek, szépen beszélnek, megvédik a nőket. A gazemberek viszont lögdösödnek és bántják a lányokat. Nos kérem, mi jön? Úri ember vagy gazember? Elgondolkodik a dolgon. Valóban meditál, nem csak tetteti. Rám néz, és őszintén megszólal. Tudja, tanár úr, teljes határozottsággal egyiket sem elném állítani. Megvárni egy angyal és egy szent türelmével, amíg a dolgok, emberek, eszmék, helyzetek, melyek hozzád tartoznak, eljutnak hozzád. Egyetlen lépést sem sietni feléjük, egyetlen mozdulattal, szóval sem sietetni közelettüket. Mert bizonyos emberek, eszmék, helyzetek, melyek életedhez, jellemedhez, világi és szellemi sorsodhoz tartoznak, állandóan útban vannak feléd. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek. Próbáltam súgni szájon és fülön, mindnyájatoknak, egyenként, külön. A titkot, ami úgy is egyre megy. És nem tudhat más, csak egy meg egy. A titkot, amiért egykorom világra jöttem vérben és mocsokban. A szót.
A titkot. A picin csodát. Hogy megkeressem azt a másikat, és a fülébe súgjam. Add tovább. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, mert félig már ki is bukott, tudom. De mindig megregett a félúton. Az egyik forró és piros lett tőle. Ő is súgni akart. Csók lett belőle. A másik jégé dermedt. Megfagyott. Elment a sírba, itt hagyott. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. A harmadik csak rám nézett, hitetlen. Nevetni kezdett. És én is nevettem. Gyermekkoromban elszántam magam, hogy szólok Istennek. Ha van. De nékem ő égő csipkefenyérben meg nem jelent. Se borban és kenyérben. Hiába vártam sóvári rigyen. Nem éltatott rá, hogy őt higgyem. Nem mondhatom el senkinek. Elmondom hát mindenkinek, hogy fájt. Amikor csúfoltak és kínoztak. És sokszor jobb lett volna lenni rossznak. Mert álom a bűn és álom a jóság, de minden álomnál több a valóság. Az, hogy itt vagyok már, és hogy még itt vagyok. És tanúskodom a napról, hogy ragyog. Én Isten nem vagyok, és nem egy világ. Se éjszakfény, se aloevirág. Nem voltam jobb, se rosszabb, senkinél. És mégis a legtöbb. Ember, aki él. Mindenkinek rokona, ismerőse, mindenkinek utódja, őse. Nem mondhatom el senkinek, elmondom hát mindenkinek. Elmondom én. Elmondanám. De béna a kezem és dadog a szám. Elmondanám az út, hová vezet. Segítsetek hát. Nyújtsatok kezet. Emeljetek fel szólni, látni, élni. Itt lenn a porban nem tudok beszélni. A csörgőt eldobtam már, és nincs harangom. Itt lenn a porban rossz a hangom. Egy láb mellemre lépett. Eltaposta. Emeljetek fel a magosba. Egy szószéket a sok közül kibérlek. Engedjetek a lépcsőjére. Kérlek. Még nem tudom, mit mondok majd. Nem én. De úgy sejtem, örömhírt hoztam én. Örömhírt, jó hírt, titkot és szivárványt. Néktek, kiket szerettem, állván tátott szemmel csodára várván, amit nem mondhatok el senkinek. Amit elmondok majd mindenkinek.
megkérem meghívott kedves vendégeinket, hogy fáradjanak át az iskolánk tornatermében kezdődő ünnepi fogadásunkra.